beszéltünk egy típusú problémáról, a zsíros hajról, de például itt van a másik idézőjelben népbetegség, a haj korpásodása. Erről mit tudnál mondani? Miért alakul ki? Mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban? Hát, ha valami konkrétan és csak is kizárólag táplálkozási probléma, az a hajnak a korpásodása. Ugyanúgy, mint például a bőr korpásodása is, amit ugye korpás szeborreának hívunk. Hát ugyanez a korpás szeborrea van a fejbőrünkön is, csak azt úgy hívják, hogy a hajkorpás. Nagyon érdekes, hogy a hagyományos kereskedelmi forgalomba kapható korpásodás elleni samponok az egyetlen egy elven működnek, szintén az instant és azonnali megoldás, ne hulljon a korpa. Ugye ezt a reklámokból tudjuk is, hogy mossuk meg a hajunkat, megrázzuk, és akkor nincs itt a vállunkon a lehulló korpa, csak hogy ez nem így működik. Ugyanis a hagyományos kereskedelmi forgalomba kapható samponoknak a nagy része, az semmi más nem csinál, mint odaragasztja a korpát a fejünkre. Tehát nem engedi lehullani. Azért nem korpásodunk. Viszont a korpásodás azért jön létre, mert szintén valamitől meg akar szabadulni a fejbőrünk. Tehát az, hogy a bőrünknek, és most ne csak a fejbőrről beszéljünk, mert a bőr mindenhol ugyanúgy működik, az, amikor maga a bőrünk vastagszik és nem kopik le eléggé, az egyfajta védelmi folyamat. Tehát építjük a falakat, hogy minél jobban ellen tudjunk állni a külvilágnak. És akkor, amikor a le nem hullott, elhasznált bőrréteg ott marad, idővel berepedezik, és akkor jellemezekben lehullik. Ugye ezt hívjuk korpás bőrnek, vagy korpás szeborreás bőrnek, vagy korpás hajnak. Na most ennek is megvan a funkciója, hogy miért csinálja. Ez ellen, ugye az arcbőrünknél már megtanultuk, hogy ez ellen az a legjobb, hogyha folyamatosan radírozzuk. Na most ugye fejbőrt elég nehéz radírozni, de az az egyszerű gyógymód, hogy ezek ne ilyen lemezekbe jöjjenek le, hanem a normális kopási funkcióval. Abban az esetben, hogy egy hagyományos sampon úgy működik, hogy visszaragasztja ezeket a korpákat, és a következő hajmosáskor is megint visszaragasztja, azt érjük el, hogy a fejbőrünkön képződik egy olyan halott fejbőrréteg, ami alatt teljesen megszűnnek a hajhagyma funkciók, és a végkövetkezménye az lesz, 3, 4, 5, 10 év alatt, kinél milyen hosszú idő alatt, hogy elkezd kihullani a haj, ugyanis meghalnak a hajhagymák. Gondoljunk csak vissza arra a kertészeti megoldásra, amikor fekete fóliát raknak a földre, és csak ott vágnak ki lukat, ahol mondjuk a palánta van, hogy a többi helyen a gaz ne tudjon kinőni. Tehát megölik a csirázási és élet folyamatokat, azért, hogy ne legyen gaz. Ugyanezt csinálja ez a letapasztott korpa is. Tehát a korpás hely esetében az lenne a legfontosabb, hogy minél inkább olyan anyagokat használni, amik egyre inkább szedik le ezt a korpás réteget, miközben belülről táplálkozással megtámogatni azt, hogy ne kelljen újra termelődni ennek a korpának. Én még mindig azon gondolkozom, amit az előbb mondtál, illetve nem tudok elszakadni, hogy radírozni kell a bőrt. Mert hogy én például nem radírozom, de mégsem korpás. Tehát, hogy ha már korpásodik, akkor az azt mutatja, hogy az valamilyen diszfunkció. Tehát, hogy az már nem egy normál bőrállapot, de hogy alapból, hogyha normál módon működik a bőr, akkor valóban szükség van radírozásra? Nem. Tehát nem, ugye? Jól értem. Nincs szükség radírozásra, ugyanis a normál bőrfunkciók azok úgy működnek, hogy van egy kis sejtsorunk, az a bazális sejtsor, amit folyamatosan termel a szervezetünk, és ez a kis sejtsor kezd el mindig följebb vándorolni, és ahogy vándorol, eredetileg úgy néz ki, mint egy kis tiktak cukorka. És ahogy vándorol följebb, laposodik, és amikor a sejtmagját elvesztette, fölkerül a felső részre, és ennek magától, ezt mikrokorpázásnak hívjuk, ennek magától le kell válnia. Tehát ez nem is látszódik. Nem, minden ember folyamatosan hullatja a bőrét. Ugye a kígyó egybeszokta, meg a hüllők, mi nem, mi folyamatosan hullatjuk. Elég, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy már a mai technikával, bárhol vagy, egy rendőrségi genetikai vizsgálattal, ha bármiféle makrobőrdarabodat megtalálnak, ugye be tudnak azonosítani, hogy ki vagy. Tehát ezt folyamatosan hullatjuk. Itt az a baj, amikor ez látszik. Tehát ennek nem szabadna látszani ez. Ez kisebb, mint a legkisebb porszem. Tehát ez tök természetes. Ennek a folyamatnak ugye 28 nap az átfutási ideje. Általában, tehát igen. Tehát ugye, hogyha egy hónap eltelik,
akkor már láthatunk valamiféle változást. Nem? Pontosan. A bőrünkön, tehát látjuk, hogy akkor most jót tettünk, vagy milyen irányba haladjunk tovább. Igen, ezért mondtam azt, hogy minimum egy flakon sampon kell ahhoz, hogy valami eredményt hozzunk, mert valóban itt is fellépnek ezek a holdciklusok. Ugye rengeteg ilyen számhoz köthető ciklus van az ember életében, a 7, a 28, stb. A 3. És valóban 28 naponta tudnak ezek újulni, ez az egész folyamat, még TikTokból elérünk a lapos lehullóig, és valóban meg kell várni azt, hogy megtörténjen ez az egész teljes váltás, és itt is mondok egy példát, hogyha mondjuk valaki megsérti a körmét valahol középen. Lehet, hogy már egészséges és begyógyult, de még látszik, tehát neki is meg kell várni, hogy lenőjön, hogy le tudja vágni, és már a teljes egészséges köröm legyen. Tehát ugyanez vonatkozik a hajra, ugyanez vonatkozik a bőrre, és ugyanúgy vonatkozik ez minden ilyen külső függelékünkre. És azzal nem ártunk, hogyha például sokan, akiknek korpás a hajuk, sűrűbben mosnak hajat, tehát egyre sűrűbben, hogy ne hulljon a korpa, mert ugye fajmosás után rögtön éppen nem jelentkezik ez a tünet. Tehát ez mit okozza az, hogyha, uram, bocsán, minden nap megmossák a hajukat emiatt? Nagyon érdekes a kérdés, erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy a fejbőrünk ugyanolyan szerkezetű, mint bárhol. Tehát a biokémiája ugyanúgy működik, mint a testünkön bárhol. Hányszor mosunk egy nap kezet? Hát sokszor. Ha nem megfelelően mosunk kezet, akkor ugye száraz egyre lesz, szárazabb. Egyre szárazabb, és akkor kenegetni kell. Na most, ha megfelelő termékkel mosunk kezet, és ha nem nyúlkálunk ilyen ipari zsíroldokba, akkor semmi problémája nincs a kezünknek. Nem lesz tőle baja. Épp pontosan, tehát ha megfelelő termékkel mosunk hajat, akár 3 óránként is hajat moshatunk. Egyébként, amikor átáll a konvencionális samponról az ember a természetesre, akkor abban az átmeneti időszakban ott egy ilyen fajta hajmosás az elegendő lehet, hogyha mondjuk valaki attól rettek, hogy akkor neki most egy hónapon keresztül össze-vissza fog állni a haja. Tehát akkor egy ilyen szimpla szódabikarbónás hajmosás az megfelelő lehet így az átálláskor. Az az érdekes, hogy azt vettem észre, hogy amikor valaki rádöbben arra, hogy mennyi minden méreg van a hagyományos samponokban, és meghozza a döntés, hogy na soha többet, akkor egy óriási bizonytalanság van benne, hogy akkor mivel. És egészen addig, amíg meg nem találja a megfelelő méreganyagmentes sampont, addig is valamivel kell hajat mosni, és ilyenkor vannak olyanok, akik pont azért, hogy a méregtelenítési folyamatokat is meggyorsítsák, nyúlnak például akár sima szódabikarbonás hajmosáshoz, vagy akár a nyers tojásból készült hajmosáshoz. És én azt szoktam mondani, hogyha valaki emellett dönt, ilyen filléres házi megoldások mellett dönt, akkor ha egy ilyen zsírosabb hajtípus, akkor mindenképpen a szódabikarbonát válassza, vagy ha nehezen kezelhetőbb a haja, mert ugye a szódabikarbon a lugossága miatt ad egy látságot a hajnak, és ami ugye régen az esővízelőnye volt, mert az lágyvíz volt, és ugye sokkal szódabikarbonával lágyítják most is a vizet, és akinek viszont egy tipikusan száraz, töredező, sprőd, kezelhetetlen haja van, annak pedig a tojásos mosást szoktam javasolni, ugyanis a tojásban azért vannak értékes zsírkomponensek is, mint például a lecitin meg a koleszterin, ami nagyon szépen tudja kezelni ezeket a történeteket. Igen, most válaszolnék a kérdésedre, ez egy nagyon jó megoldás, mert a szódabikarbon és a tojás esetében aztán végképp semmilyen kémiai anyag nem kerül a szervezetbe, vagy nem kerül a hajra, és van idő kilökni magából mindent, és az alatt, amíg ezzel mosunk hajat, addig aztán szépen kiválaszthatjuk először fejben, hogy egyáltalán választunk-e majd méreganyagmentes sampont, vagy maradunk a természetes megoldás mellett, és ha választunk, akkor az átmereteknek az erőssége, amiről az előbb beszéltem, nem lesz olyan feltűnő. Amit ugye mondtam, hogy a hagyományos sampon után, ha használunk egy organikus sampont, akkor kezelhetetlennek tűnik először a haj, mert a hajnak is át kell állnia, meg kell szoknia az újabb verziót. Végül is akkor mindenki merjen tükörbe nézni és felismerni azt, hogy milyen problémája is van, és keressük meg a megoldást.
úgy belsőleg, mint külsőleg. Ez valóban így van. Hajrá! Köszönjük szépen!